Nagyszerű hír az Európai Bizottság számára, két bírósági pert is megnyertek, két nagy technológiai vállalat, az Apple és a Google ellen. Az Apple-nek 13 milliárd euró adót kell visszafizetnie Írországnak, miután az Európai Bíróság hatályon kívül helyezett egy korábbi ítéletet, és arra a következtetésre jutott, hogy az amerikai vállalat 1991 és 2014 között mesterségesen alacsony adókból jutott előnyhöz. Írország jogellenes támogatást nyújtott az Apple-nek, amelyet Írország számára vissza kell fizetnie. Kevés tagállam támaszkodott adómegállapításokra és agresszív adótervezés intézkedésekre, hogy vonzó célponttá váljanak a multinacionális befektetések számára. Ez kárt okozott más tagállamoknak és az európai adófizetőknek. Még ha ez a végső ítélet is, az Apple nyilatkozatában jelezte, hogy nem ért egyet vele, és kitartanak amellett, hogy soha nem volt különleges megállapodás. Az amerikai vállalat úgy véli, hogy a bizottság most megpróbálja visszamenőleg megváltoztatni a szabályokat, és figyelmen kívül hagyja, hogy az Apple már fizetett adót az Egyesült Államokban. De az Oxfam számára ez az adóigazságosság esete, amely segít a kisvállalkozásoknak, de mindenekelőtt az állampolgároknak, akik profitálnak a beszedett adókból. Csak igazságos adózásról beszélünk, amikor egy olyan cég, mint az Apple 0,005% adót fizet, ez igazságtalan. Nincsenek európai polgárok, csak talán néhány milliárdos, akik ilyen kevés adót fizetnek. Szóval szerintem ez valóban az egyenlő versenyfeltételek kérdése. Úgy értem, hogy a cégeknek és a leggazdagabb egyéneknek is többet kellene fizetniük. A másik ügyben az Európai Bizottság nyert a Google ellen, miután megállapították, hogy a cég saját szolgáltatásait részesítette előnyben a riválisokkal szemben, visszaélve piaci erőfölényével.